Én szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. A mai sajtó tájékoztatónknak három témája lesz. Az első a köszönet témája. Szeretném innen is megköszönni a sajton keresztül minden egyes ajkai, tapolcai, sümegi és a választókerületben élőnek a támogatását, azt a jó szándékot, ami felém irányult az elmúlt majdnem másfél hónapban. Szeretném megköszönni azt is, hogy támogatták aláírásukkal azt, hogy országgyűlési képviselő jelölt lehetek ebbe a választókerületbe. Nagyon sok pozitív élményem van az eddigi választási kampány során. Én azt gondolom, hogy eljött az az idő, hogy 2022. április 3-án egy újfajta szemlélet kezdődik, akár itt helyben, akár országos szinten. Szeretném önöket megkérni arra, hogy ez a lendület, ezek a jó kívánságok, ezek a jó akaratok, amik felém irányultak, április 3-án is testesítsék meg önmagukat, és egy 2X formájában a két első helyen realizálódjon, és április 4-én egy új országgyűlési képviselőt tudjanak köszönteni itt a választókerületben, köztük Ajkán is. A sajtótájékoztató második, inkább azt gondolom, hogy szomorúbb témája. Reagálnom kell a tegnap elhangzott fideszes hangokra, és a fő hangsúly azon van, arra kérem az ajkaiakat, ne higgyenek a szirén hangoknak. Ne higgyenek a szirén hangoknak, mert ezek a szirén hangok ugyanazok, mint 2015-ben és 2018-ban. Egy különbség van, mások a szirének, de ugyanazok a hangok. Nagyon sok téves információ hangzott el a sajtótájékoztatón, és engedtessék már meg nekem, mint országgyűlési képviselőnek és országgyűlési képviselőjelöltnek, hogy ne higgyek nekik, és kételkedjek a szavaikban. Miért kételkedjek? Mert még ő maguk sem hiszik el azt, amit ott mondanak, vagy lenyilatkoztak. Fülöp Zoltán arra szólított fel, hogy dezinformációval ne lássam el Ajka lakosságát. Dezinformációt soha nem tettem, ha így lett volna, lehetősége lett volna arra, hogy álhírek terjesztése miatt beperel. Ez idáig ez nem történt meg, tehát ő is elismerte, amiket elmondtam, azok tények voltak. Viszont volt egy nagyon érdekes elszólás, egy nagyon érdekes apropója ennek a sajtótájékoztatónak. Kórház igazgató úr elmondta azt, hogy jelen pillanatban még nem tudják azt, hogy a fertőző osztálynak a felújítása vagy a bontása zajlik. A kormány határozat az úgy szól, hogy arra biztosítottak összeget, hogy ezt az épületet felújítsák, illetve bővítsék. Március 12-én Fülöp Zoltán egy Facebook posztos bejegyzése alatt rákérdezett egy érdeklődő, hogy statikai állapotban, milyen állapotban van maga az építmény. Ott Fülöp Zoltán kijelentette és leírta, hogy a statikai vizsgálatok végbe mentek, statikailag jó állapotban van az épület, illetve indulhat a felújítása. Ezzel szemben kórházigazgató elmondta, hogy várják a statikai vizsgálatok eredményét, még egyelőre nem tudják azt, hogy bontanak vagy felújítanak. Tehát ha ők maguk sem hiszik el azt, hogy ez megvalósul, és ő maguk sem kommunikálnak egymás között, akkor nekem miért ne lehetne az, hogy kételkedjek a szavaikban. Teljes mértékig egyetértek polgármester úr szavaival, semmi más nincs itt, kérem szépen, ez egy egyszerű színjáték, a színjáték ezen epizódja Ajkán zajlik. De hogy ne legyen kétségük afelől, hogy ez a színjáték, ez tényleg az, egy történetet mesélek el Tapolcáról. Sőt, kettőt. Tapolcán megtörtént az elmúlt időszakban az, hogy négy mentőautó vonult egészen február 16-áig Tapolca mentőállomáson, majd ezt a negyedik autót március 16-tal Réfülöpre helyezték át. A szóvivő úr is megcáfolt, hogy itt Tapolcán csak három mentőautó teljesít szolgálatot, holott a velem együtt szolgáló bajtársak is nagyon jól tudják, hogy négy mentőautó volt szolgálatban, egészen addig, míg el nem vették Tapolcától. Mondok egy másik nagyon jó példát, ami sajnos szintén Tapolcához kötődik. 2010-et írunk, 2010 októberét egy önkormányzati választást. A régi mentőállomás épülete az még kint van az Ipar utcában. Mellette levő telken próbálták felépíteni az új tapolcai mentőállomást. Lejött a Veszprém megyei főigazgató, itt volt Tapolcán a
akkori polgármester és az azt következő polgármester jelölt, az akkori országgyűlési képviselő jelölt, volt hidegtál, francia saláta, meleg szendvics, majd lehelyeztek egy alapkövet, alapkületétel, nagy ünnepség, elvonult a nagy sereg, visszajöttek az építőmunkások, kiásták az alapkőből az urnát, amit lehelyeztek, és azóta sem épült meg ott a mentőállomás. Tehát a kétség hangjai és a kétségnek a gondolatai hadd maradjon már meg bennem. Felhívom Tapos vagy Ajkaváros lakosságát, hogy ezek a szirén hangok, még egyszer mondom, ugyanazok a szirén hangok, mint 15-be és 18-ba. Mindenki emlékszik nagyon jól, 2018 februárjában is megígérték már a fertőző osztály felújítását, bejelentették, hogy megvan rá a forrás, eltelt 4 év, nem történt semmi. Egy nagyon jó kérdésem van, hová tűnt a pénz? Hová szivárgott el a pénz? Ez a pénz is ugyanúgy elszivárgott, mint mondjuk a nővéreknek a Covid pótléke a kórházból. Ezeket a kérdéseket 2022. április 4-e után tisztázni fogjuk, és pontot teszünk a végére. Harmadik témája sajtótájékoztatónak sokkal vidámabb. Szabad Városok Szövetsége és annak egyik prominens képviselője és polgármester, illetve szerény személyen fog itt egy utcafórumot tartani délután 3 órakor. Schwarz Béla polgármester úr, főpolgármester úr, és én, mint országgyűlési képviselő és képviselőjelölt fogjuk elmondani azokat az elképzeléseinket, amelyeket április 4-e után szeretnénk megvalósítani. Kérem az Ajka környéki lakosokat, minél többen tegyék tiszteletüket ezen az utcafórumon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bármi kérdés van, nagyon szívesen válaszolok. Lékos Sándor adta is szó. Kiszivágott, hogy ön amerikai gazdasági tanácsadókkal tárgyalt. Ha ez így van, akkor azt jelentheti, hogy a kormányváltás szempontjából felértékelődött a Veszprém megyei 300 választókörzet. Meg tudja ezt erősíteni? Igen, ma délelőtt találkoztam a nagykövetség gazdasági osztályvezetőjével, aki egy amerikai diplomata. Ő keresett meg engem személyesen, és a választókerületnek a problémáiról beszéltünk, gazdaságélénkítésről, és nekem külön öröm volt az, hogy az egészségügy itt főszerepet kapott, azok az egészségügyi fejlesztések, amelyeket szeretnék megvalósítani az elkövetkezendő időben. Gondolom a kapcsolatai és a tökerévén ezek a beruházások, felújítások, ezek meg is fognak valósulni. Én azt gondolom, hogy nekünk a nyugaton kell maradni, és nem a kelet felé orientálódni. Köszönöm szépen. Hogy azért keresték meg őt, mert hallották, hogy közgazdásznak készül, ugye itt az infláció és a GDP fogalmai kapcsán megfogalmazták nézőink, hogy kellene egy kis közgazdasági tanulmányt végeznie. Talán Róna Péter is ezért lesz ma délután vendége Tapolcán? Hogyha ez lenne a legnagyobb hibája egy országgyűlési képviselőnek, hogy ezt a két fogalmat vagy két gazdasági szót össze és a mögötte lévő tartalmat összecseréli, akkor ennek az országnak már nem itt kellene tartani, hanem már Svájcot is megelőztük volna. Itt ennek az országnak a legnagyobb problémája az, hogy a jelen kormányon lévő politikusaink olyan korruptak, hogy ennyi pénzt az országból még nem lopott el senki, talicskaszám hordják ki a pénzt ebből az országból, vagy mondjuk magánzsebekbe vándorolnak, de hát az elkövetkezendő időben azért láthatjuk az ügyészségi eljárásokat mondjuk Boldog István, Simonka tekintetében, hogy ott több száz milliós pénzek vándoroltak el, és még egyszer mondom, hogyha ez az egy hibám lenne, akkor én lennék, és ez az egy hibám van, én vagyok a legboldogabb ember. Az amerikai nagykövetnek a szakemberével, viszont követségnek a szakemberével viszont olyan témákról beszélgettünk, amelyek az elkövetkezendő 4 évben Veszprém megye 3. számú választókerületében, én azt gondolom, egy olyan gazdasági, és nem utolsó sorban egészségügyi fejlesztéseket fog érinteni, amik az itt élőknek a javát fogja szolgálni. És ezúton szeretném megköszönni, hogy megkerestek. Még egy egészen friss hír. A KESMA valamelyik szeretnének tartom igazgatója azt jelentette ki, hogy ha a külpolitikai helyzet úgy volna, talán Kárpát aljának Magyarországon lenne a helye, vagy a Kárpát alja egészségügyi területének. Kommentálna ezt a hírát? Ez az ő véleménye volt, egyeztetett a
Hogyha saját véleménye volt, akkor nem tudom, milyen áron szeretné ezt elérni, mert ugye azt azért tudjuk, hogy most egy háború van, és amilyen kijelentést tett, ez egy háborús kijelentés, tehát ez nem túl... Hát nagyjából igen, de ez most egy háborús időszakban így kijelenteni, szerintem ez felelőtlenség volt. Lehet, hogy jelenteni kéne a főnökének, hogy ő neki volt egy ilyen kijelentés elképzelése, és máshogy fogja gondolni ezt az egészet. Ukrajnának béke kell, Magyarország gond nem szabad, hogy belefolyjon ebbe a háborúba. Ezt már a háború kitörés előtt pár nappal is hangsúlyoztam, ezen az állásponton is vagyok, a békepártyán vagyok. Az meg, hogy a Fidesz most mit kommunikál, az megint csak egy szirénhang, a saját politikai hasznukat próbálják ebből kovácsolni.